Az FTC elleni hazai mérkőzés után újabb rettentően nehéz csata vár a Hungas SKKO NB1-es csapatára. A szombathelyi kézislányok a hétvégén ismét egy top klubbal. A KNTH Liga előkelő harmadik helyén álló Váci NKS együttesével játszanak, ráadásul idegenben. Az SKKO jelenleg az utolsó előtti, kieső helyen áll, és már csak egy hónapja maradt, hogy kiharcolja az élvonalban maradást. Biztató lehet a szombathelyiek számára, hogy a januári hazai mérkőzésen végig pariban voltak a Váccal, és csak a végjátékban szenvedtek 3 gólos vereséget. Nagyon jó, koncentrált, fegyelmezett játékot nyújtottunk hazai pályán. Nyilván a Váci egy top csapat, Magyarország egyik top csapata, tele válogatott játékossal, de ahogy mondtam is, kezdődik a májusunk, ugye május első napján játszunk, és itt nagyon komoly a tét számunkra, bizonyítani akarunk. A találkozó torony magas esélyese természetesen az EHF Európa Ligát is megjárt Vác, de az SKK a trénere hisz abban, hogy csapata képes lehet meglepetést okozni. Szeretnénk meglepetést okozni, persze tudjuk, hogy a papírforma az nem mellettünk szól, de megteszünk majd mindent, hogy a nagyon jó erőkből álló Vác ellen képesek legyünk akár meglepetést szerezni is. Ezért dolgozunk, a héten nagyon sok taktikai edzésünk volt, és szeretnénk megmutatni magunkat, hogy készen állunk erre a bajnokság finisére, ahol tényleg nagyon szép erőpróbák várnak majd ránk. Az SKK a csapatára a Váci mérkőzés után még 5 meccs vár májusban, és ezekből legalább 2-t meg kell nyernie ahhoz, hogy bennmaradjon a női kézilabda NB1-ben.